Nagyon szerény, fiatal mozdonyvezető voltam. Engem meg se láttak jóformán, na se tudta, hogy vagyok, vagy nem vagyok, csak amikor szolgál. Elmentem, meg arra jöttem, kész. Hát ott akkor nagyon-nagyon kell figyelni mindenre. És ez mikor már egy kicsit jobban, amikor izére kerültem a 328-as masinára, akkor éreztem már, hogy hát nem kell tüfélni. Ez egy jó dolog, ezt csinálni kell. Ezt így, ahogy van, csinálni kell. Így kell csinálni. Ugye, mert megtanultam azért, hogy ezt is kell figyelni, meg azt is, meg kell mindent hallani, meg kell mindent látni, meg hogyha a fűtővel valami baj van, mind emberrel valami baj van, azt is észre kell venni, nem csak állni, kihajulni, és aztán hadd pöfögjön, hadd menjen, hanem oda is oda kell figyelni, hogy nincs-e valami baj. Vagy. Na, ezt persze nem direkt ráfigyelni, hanem észre kell venni. És amikor az ember már így lassan mindent észrevesz, akkor megjön az önbizalma. Hogy na hát én ezt tudom azért csinálni, hogy az ember úgy megnyugtatja saját magát, hogy hát ez így jó megy, hát ezt így kell csinálni. És akkor az ember ugye 5-6 év múlva már azért a beíróba mer szólni, hogy gyerekek, hát nem így kell csinálni, nem így kell csinálni. Ugye a beírónak hívtuk azt az időt, mikor hazajönnek a mozdonyvezetők, és akkor ott a papírokat megírják, meg elbeszélgetnek, ott sok vita, hogy így történt, meg úgy. Én mindig figyeltem ezeket, mert ott mindig sokat lehetett tanulni, hogy hú, komám, így jártam, meg úgy jártam, és most hogyan oldotta meg, meg én ezt mind figyeltem. Hogy én ráértem, mert én csak ezt csináltam. Akkor gyártották az utolsó sorozat új 424-eseket, körülbelül 20 évvel ezelőtt, 66-69. És akkor kaptam egy vadonat új 424-est, én hoztam ki a Málvak gyárba. Hát aztán gyönyörű egy gép volt. Reggel bementünk a gyárba, a gőzös már ki volt állítva, fő volt fűtve, nyomás alatt állt. Na és akkor elmentünk az útra, ha nem is tudom, merre mentünk. Odafelé a mozdonyátvevők vezettek, ha odaértünk, meg volt a műszakrendőri vizsga, na visszafelé, akkor ma én vezettem a masinát belkeletibe. Szépen ment, szépen megálltunk, fékezettem, próbálgattam, hogy hogyan megy. Beértünk keletibe, na, használja egészséggel vezér úr. Átadták a mozdony. Igazi jó 424, az harangozott, csilingelt. Minden második kiütés, akkor az, mikor kinyitott az ajtót, a tűzszekrénybe, mintha harangot ütöttek volna. Így de gyönyörű volt, éjjel főfelé, ahol igetnek ott a múltas emelkedőbe. Az nagyon szépen, ha az megvan a csilingelése, akkor jó a masina. Ha nincs, akkor valami probléma van. A hidaknál az 12-es emelkedő volt, Dombóvárruhára, a Baliget felé. Megkérdeztem, hogy na, milyen gyerek vagy. Egy pászal megálltunk ott is, Isten. A hidon nem volt védlemez, csak a talpfák. És előtte mentünk és szóltuk a homokot a sínre, hogy át tudjon jönni a hidon a mozdony. Pláne 28-as, egyszer megköszörült, akkor annak már vége volt. 424-es jobban bírta. Megköszörül az jelenti, hogy megforog, és akkor már nincs vonóerő. Hátul a vonat azt mondja, ha akkor már, hova sietsz? Kétszer megköszörült, vége volt. Azokon a talpfákon mentünk. Egyik felén én, a másik felén a fűtő, masina egyedül rá volt nyitva, aztán hadd menje. Hát, ott véletlenül félrelép az ember, de akkor nem gondoltunk ilyesmire. Később aztán rá gondol az ember, hogy fél, hát ott ne, meg nem menekül a világ, közé esik az egyik lába, ott van, vége van. És megcsináltuk csak azért, hogy gyerünk, menjen, gyerekek, menjen, el ne akadjunk, menjen. Hát igen, nagyon szép élet volt. Hát, aki nem csinálta, nem tudja mi ez. Már messziről nézni szépen, mikor szalad a mozdony, de mikor ott közel van és probléma van valami, akkor bizony. Nem sajnáltam rá sohase. Én mindent megadtam annak a gépnek, de nem hagyott cserbe sohase. Hát még nem volt, hogy cser. Hát volt, hogy törés vagy valami, ugye hát. De egyszer jöttünk haza a Baranyaival, az új 424-es, és szerintem bicsérd előtt voltak ilyen hatalmas nagy nyárfák.
És kérem, kidűlt az egyik nyárfa is rámozdonyra. Éppen ott mentünk el alatt, amikor kidűlt a fa. Pontosan. Megálltunk, nem tudtam hirtelen, miről van szó. Az egyik füttő, ha a széken ül ott, ahol ő a pihenő füttő, aki a figyel, mert aki pihenő füttő, az figyeli a jelzőket, meg mindenfélét. Ha az a helyén marad, éppen eljött onnan, egy embert nagyságú fa tuskó vágódott be. Az ablakot kitörte elő, a kis figyelő ablakot is ott bevágódott. Hát kérem, ahány ablak volt a vonaton, az mind kitört, azon a felén. Mind. Megállunk, gyerekek, elütöttünk valamit. Most mi lesz? Hát lemegyünk, ugye leszaggatta a távíró vezetéket. Egy drót volt az összes hajtó, mindenféle, alig tudtuk levagdani róla, hogy mi lesz most. Hát telefon, nem messze volt az állomás, beszaladtak, telefonáltak, hogy mi történt. Levagdaltuk a drótokat, és bementünk. Hát a lepkéjét, azt a füsterelő lemez az egyik felén, az jó összetörte azért a fa. Új mozdony volt, akkor volt. Majdnem sírtam, mikor megláttam a masinát. Hát aztán két napig akkor itthon maradtam azon, és akkor azért kiegyengedtük, le lett szerelve, meg kiegyengedve, befőstve, mindenféle. Hát ilyen probléma is volt. Mikor a legjobban ment a mozdony, rögtön meghallani benne azokon az örgéseken kívül, ami egy mozdony zörgés, mert ugye a sinizörög, meg a mozdony is azért, de rögtön meghallani, hopp, itt valami probléma van, meg kell nézni. Egyszer mentem 424-esre, akkor az éve. Aztán ugye Szabolcson van kezelés, hát 3 perc vagy 4 perc, megfolyik a víz, aztán mehet. Hát ugye körükentem a masinát, a dugót meg elfelejtettem berakni. Azért megyünk, hát persze az egy kis lejtő is van Iván Csán a főfelé. Azt mondja a gyerek, te, Laci, azt mondja, olajos az ablak. Akkor már mindjárt eszembe jutott, hogy itt probléma van. Hát persze, hogy a hajtó, ahogy főverte, mindjárt az ablakra ráment. Hát megálltam, hát mit csinálhatok? Főfelé megálltam, Iváncsi előtt megálltunk, utána tűzöttem bele a dugót, hát kihovat, mire Ercsibe érek, ott már vége lett volna az egésznek. Hát ilyen apróságok, ugye? Mert a sietésben nem hanyagságbú, hanem hát, ennyi idő van, hát rendesnek kell lenni, minden ára rendesnek kell lenni. Nekem doxa órám volt. Olyan pontos óra volt, hogy hát azt szerint kelt föl a nap. Ha megállt, akkor sötét maradt. Nagyon, hát óra nagyon fontos volt, az fontos volt. Sokan mondják, hogy hú, azt mondjuk, komám, az unalom majd meg őt, mire fölértem Pestre, pláne egy tehervonattal, meg akár személyvonattal. Én soha nem unatkoztam, én nem tudom. Én mindig föltaláltam magamat, most a fékezésnél, most ez jó sikerült, most ez a másikat egy kicsit jobban. Én úgy megálltam abban a mozdonya, olahogy meg se zökkent, mire megállt, addig teljesen fő volt a kódva a fékek, és mégis megállt. Ugye ebbe is lehet szórakozni. Most hogyan, gyerekek, hogy megy a fitom, hogyan szivattyú, lövettyú, hogy működik, ugye a víztápláló készülék, hogyan megy. Mindig találtam magamnak. Ha más nem, akkor nézem, hány nyúl van a határba. Akkor sem unatkoztam, sohasem. Hát nekem ez volt a munkám, én szívvel lélekkel csináltam. Hú, evés az külön ünnepély volt, mert voltak ilyen talpfa alátétek, vasból. Beajigáltuk, mielőtt a kaját akartuk csinálni. Jó megmelegedett, kivettük oda a lapátjáróra, rá lettek rakva, azt elkezdtünk főzni, pláne tehervonatnál. Vittünk ugye a krumplit, meg azt egy kis húst, vagy egy kis kalbász, vagy valamit. Hát aztán bizony, olyanokat főztünk, pláne jó fittő gyerekeim voltak, úgy értettek a főzéshez. A király is megnyalhatta volna az ujját utána. Belaktunk, aztán adaj neki tovább. We'll be right back.
Baja és Bátaszék között csinálták a vasutat, felújították, az valódi 120 kilométeres pálya volt. Mondom, gyerekek, most megpróbáljuk az öreg csúcsos, mit bír. Hát meghajtottuk, de hát a szalagot le kellett adni, a reszortus meg megnézte, azt mondja, Laci bácsi, jön csak be azért a tápa. Hát azt mondja, hogyan gondolja maga, 60 kilométeres vonatta 100-zal menni. Hát mondom, nézze, aranyos jó főnököm. Képzelje el magát, hát mondom, ott van ezen a 120 kilométeres pályán. Mondom, és ott a mozdony 100 kilométeres. Hát mondom, maga nem próbálnám meg, hogy hogyan lehet menni vele. Hát azt mondja, igaza van, de hát szabály a szabály, ugye? Kaptam egy figyelmeztetést, aztán el lett intézve. Az ember, mikor kinéz, mikor megy a mozdony, és forog minden, egybe látszik az egész, nem látszik, hogy mi forog, vagy mi van. Ott, hogyha valami probléma van, akkor ott vége. De nem szabad kinézni, mert ha kinéz, akkor fél az ember. Ha arra gondol, hogy na most, ha elszakad egy húzóék, vagy valami, mi lesz? Ha ezt csinálja, akkor félni fog, és akkor nem mer menni. Hát az egy elmondhatatlan élvezet, mikor a gyors vonattal mehet az ember. 28-asnak ekkora kereke volt. Hát amikor ez elkezdett kotorni, 100 kilométeres volt a 328-as, rá volt írva, hogy 100 kilométer engedett legnagyobb sebesség. Az nagyon tudott menni. Csak ahhoz nagyon jó szén küldött, mert ha egy kicsit rosszabb volt a szén, nem akartam gőzlenni sehogyan se, hiába. Akármi csináltunk vele. Ezeken a nagy gépeken aztán két füttő volt. Feleutat egyik csinálta, feleutat másik. De hát ugye össze voltunk szokva, egy gondolatát ismertük, hogy mit kell most csinálni, hogy valami probléma volt, akkor mindjárt tudta, hova kell nyúlni, mindjárt neki, hát mindjárt segíteni, hogy másképp nem lehet. Hát ott Győzmozdony annyiba különbözött ezektől a modern motoroktól, villamosgépektől, hogy ott kérem, az emberek egymásra voltak utalva. Ott, ha nem egyszerre, nem egy lélek, egy test volt az egész, akkor nem ment a munka. Talán valami tehetségem is volt hozzá, meg bátorságom is volt esetleg hozzá. Én mindig módonvezető akartam lenni. És hát én szerintem jó volt. Jó választottam abban az időben, hogy módonvezető lettem. Thank you.